Sziasztok, Laci vagyok, a Tech2-t nézitek! Ma, azaz május 15-én a DJI leleplezte első akciókameráját, ami a GoPro kamerák nagy kihívója lehet. Ez a DJI Osmo Action, amit lehetőségem volt a leleplezés előtt kipróbálni, úgyhogy már is mondom, hogy mit kell tudni róla. Kívülről az Osmo Action egy teljesen átlagos akciókamerának tűnik, textúrázott, matt műanyag borítást kapott, ami fent a sötétebb szürke részeknél puhább gumis felület, és mivel általában fent fogjuk a kamerát, ezért stabilitás szempontjából ez okos döntés volt a DJI részéről. A kamerán van kettő állapotjelző ledünk, amelyek pirosan villognak, hogyha rögzítünk, illetve zölden világítanak, hogyha készenlétben van az eszköz. A bekapcsoló gomb és a rögzítő gomb fent található, itt, illetve oldalt van egy-egy mikrofon, valamint oldalt egy hangszóró, a másik oldalon pedig van egy QS, vagyis Quick Switch gombunk, amiről később fogok még beszélni, de itt találjuk a microSD foglalatot és az USB Type-C portot is, előbbi maximum 256 GB-ig fogad be memóriakártyát, utóbbi pedig adatátvitelre és töltésre szolgál. A DJI a SanDisk Extreme microSD kártyákat ajánlja a kamerához, ami 100 megabit per szekundumos bitrátát is támogat, természetesen használható mással is, a lényeg, hogy legalább V30-as legyen a kártya. Alul mindössze az akkumulátort fogjuk találni, ami viszonylag könnyen kivehető és cserélhető. A GoPro igen nagy szeletet ural jelenleg az akciókamerák piacán, no de felmerült a kérdés, hogy egyáltalán miben lehet jobb egy Hero 7 Blacknél az új Osmo Action. Amiben bizonyosan jobb, hogy két kijelző van rajta. Hátul van egy 2,25 hüvelykes, 325 ppi-s érintő kijelzőnk, az optika mellett pedig egy 1,4 hüvelykes, 300 ppi-s megjelenítő, ami tökéletes lehet, hogyha vlogolni szeretnénk, azonban ez érintésen nem fog reagálni, ennek ellenére mégis tökéletesen célt szolgál, hogyha magunk felé fordítjuk a kamerát. A specifikációkba való beleásás előtt van még egy fontos tulajdonsága az új akciókamerának, mégpedig az optika előtti üveg letekerhető és cserélhető, így igény esetén ND szűrőket is tehetünk az Osmo Actionre. Hivatalosan a kamera 10 méteres mélységig vízálló mindenféle tok nélkül, hasonlóan a GoPro Hero 7 Blackhez, azonban a DJI felhívja a figyelmet arra, hogy az optika előtti üveg és a nyílások legyenek megfelelően lezárva rögzítve, hogyha vízbe merészkedünk a kamerával. Az Osmo Actionhöz természetesen lesznek majd különböző kiegészítők is, mint például USB Type-C jack adapter, hogy külső mikrofon csatlakoztathassunk hozzá, lesznek ND szűrők, töltőállomás, ami 3 akut is képes egyszerre tölteni, lesz vízállótok is, amivel 60 méter mélységig vihető a kamera vízbe, és persze különböző rögzítő alkalmatosságok is lesznek a portfólióban. A képalkotásért egy 1x2,3 hüvelyk méretű 12 megapixeles CMOS szenzor felel, stabilizálás szempontjából pedig csak EIS, vagyis elektronikus stabilizálás van. Az optika 145 fokos látószöggel bír, a rekeszértéke pedig f2.8. Van lehetőségünk manuális rögzítésre is, ilyenkor 100 és 3200 között állíthatjuk az ISO-t, az záridőt pedig állóképnél 8000 és 120 másodperc között, tehát a pillanatot is meg tudod örökíteni, illetve hosszú záridős fotókat is lőhetsz vele. Az Osmo Action akkumulátora 1300 mAh kapacitású, amivel 4K 30fps videók esetén kb. Másfél órán át tudunk rögzíteni, ha viszont 60fps-rel veszünk, akkor már inkább csak 1 órát bír, a feltöltési idő pedig kb. 90 perc. Lássunk bele az interfészbe. A kamerát tudjuk különböző gesztusokkal is vezérelni a kijelzőről, hasonlóan az Osmo Pockethez. Lefelé legyintve állíthatjuk a fényerőt, bekapcsolhatjuk a hangvezérlést, állíthatjuk az első kijelző képarányát, illetve beléphetünk többek között a beállítások közé is, ahol látjuk a hangvezérlési parancsokat, a Quick Switch menü elemeit is testre tudjuk szabni, illetve opció még a csíkozódásmentesítés, a kijelző automatikus kikapcsolása, illetve a nyelv is, amelyek között sajnos a magyar még nem opció. A főképernyőn jobbra legyintve a galériát nyithatjuk meg, balra elérhetjük a manuális videó és fotóbeállításokat, úgy mint fehér egyensúly, színprofil, ami például lehet Cinelike D vagy normál, rögzítési formátum, de ami talán fontosabb, az a D-Warp, vagyis hogy legyen-e halszemeffektus. Végül pedig, ha alulról felfelé legyintünk, rögtön a felbontást és a képkockaszámot állíthatjuk, a maximális látószög kihasználása érdekében van 4:3-as képarányú 4K rögzítés 30 fps-sel, 16:9-es 4K 60fps videó, 2,7K 60fps videó, Full HD felbontás esetében pedig maximum 240fps-sel rögzíthetünk.
Ami érdekesség, az a Rocksteady, ami gyakorlatilag egy elektronikus képstabilizálási opció, hasonlóan a GoPro HyperSmooth stabilizálásához, ilyenkor lassabban húz utána, picit veszítünk a látószögből, de a végeredmény sokkal-sokkal stabilabb, konkrétan olyan, mintha egy gimbollal mászkálnánk. Amiről még szeretnék beszélni, az a Quick Switch gomb, ami a rögzítési módok közötti váltogatást teszi lehetővé. Normál videó mellett az Osmo Action képes 4K 30fps-ben HDR videót is rögzíteni, hasonlóan a GoPro-hoz Full HD-ban 8-szoros lassításra is van lehetőség, ezen felül van timelapse, hyperlapse és fotózási opció, természetesen utóbbinál adott a sorozatfelvétel is maximum 7 képig, illetve időzítő is van. Amennyiben hosszan nyomjuk a QS gombot, úgy váltogathatunk a két kijelző között. Természetesen mindehhez tartozik egy mobil applikáció, a DJI Mimo. Ha bekapcsoljuk a kamerán is a wireless connection-t, akkor akár 5 GHz-es hotspotot is képes kreálni a kamera, az appon belül pedig meg is jelenik. Itt természetesen mindent ugyanúgy testre tudunk szabni, amit azonban megjegyeznék, hogy az élőkép rendkívül kis késleltetéssel jelenik meg a mobil kijelzőn, szinte rögtön reagál és igen stabil a kapcsolat. Nos, és ami ugyebár a legjobban érdekelhet titeket, hogy milyen a minőség. Nekem nincsen sajnos összehasonlítási alapom a GoPro-val, de remélem a képen látható felvételek átadják majd, hogy mire is képes az Osmo Action. Ha lehetőségetek van, akkor használjátok a Rocksteady stabilizálást, ugyanis, hogyha ez nincsen bekapcsolva vagy nem érhető el, akkor semmilyen stabilizációra nem kell számítani, így a remegés az garantált. A Rocksteady alapvetően 4000x3000 pixeles 4K videónál, lassításnál, Hyperlapse-nél és HDR videónál nem érhető el, a többi felbontásnál és 4K 60fps-nél is viszont elérhető. Sajnos úgy jött hozzám a kamera, hogy nem volt semmilyen lehetőségem szép helyre elvinni és videózni vele, csak pár napra kaptam, illetve az időjárás sem kedvezett, de a lehetőségekhez mérten remélem, hogy sikerült átadni, hogy mit is tud a kamera. Szevasztok srácok, május 15-e van, reggel 9 óra, én pedig úton vagyok a reptérre, ugyanis holnap lesz a Zenfone 6 bemutatója, amit pedig most láttok és hallotok, az a DJI Osmo Action videórögzítési és hangrögzítési képessége. 4K 30fps-ben veszem ezt a videót, természetesen bekapcsolt Rocksteady-vel, és tök jó egyébként látom magam itt az első kijelző, és ami még fontos, hogy nincsen rajta semmilyen extra mikrofon, se tok, naturban ez az, ahogyan veszi a hangot a kamera. A DJI Osmo Action akciókamera hozzám a DJI IRS jóvoltába jutott el, náluk a kamera 125.000 forintos áron lesz kapható, ha pedig megrendelnéd, akkor már pénteken át tudod venni az üzletben. Ha érdekel a kamera, akkor a linket megtalálod a videó leírásában. Én köszönöm szépen a figyelmet, ez lenne a DJI Osmo Action. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok!